Na, sziasztok srácok, itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és ez ma nem egy jókedvű videó lesz. De mert ezt megtennék, meg kellek arra, hogy mindenféppen támogat, hiszen ez neked csupán két gombnyomás, nekem meg tényleg mindennel többet jelent, hogy esetleg úgy döntesz, hogy menjem el a lájkot vagy a felkövást, örök hála plusz 12, tehát minden egyes lájkért vagy felkövásért tényleg eszmélő módon megköszönöm, hogyha felkövetsz vagy menjem el a lájkot, illetve bekövetsz Instagramon, link a írásba, szintén nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen megköszönöm. De mindjárt, hogy játszátok jelen pillanatban, Rengeteg kupát vesztettem. Szóval srácok, mindenhogy látjátok, eszméletlenül sok kupát vesztettem sajnálatos módon. Egész pontosan. Nézzük meg, mennyi kupát veszítettem. Több mint 1000 kupát vesztettem el. Azzal alatt, hogy egy seasont kihagytam. Egy seasont hagytam ki. És ez több mint 1000 kupa mínusz jelentett számomra. És ez egyszerűen brutálisan szomorú sajnos. Tényleg, fogom folytatni a brúszert és vissza fogok menni, és fel fogom küzdeni a 30.000 kupára remélhetőleg. De ugye nyáron nem nagyon tudok vele játszani, mert nyáron nincs olyan internetem. Épp ezért ez brutális, ez az 1000 kupa mínusz. Fáj a szívem, mert megdolgoztam ezekért a kupákért, amiket most is sajnos elvesztettem. Felrakodásra lehet kárpótolni. Viszont tényleg ez számomra ez nagyon durva, ennyi kupát vesztettek. Írjátok meg kommentben, hogy ti hány kupát vesztettek ebben a szezonban. Minden látjátok, én brutálisan sok kupát vesztettem. Hú, és ez nem egy könnyű dolog sajnos nekem, hogy ennyi kupát el tudtam veszíteni. Na, van egy, nem, ilyet azért nem, de ilyet tudunk nyitni, egy ládanyitás. Na, hát ez se csinál sokkal jobb kedvedben, 85 gólt elég jó egy ilyen kis ládába, azért azt kell, hogy mondjam mindenféleképpen. De hogy ez, mi lehet a szezonban? Konkrétan kb. Semmit nem tudtam játszani. Tényleg nem tudok játszani játékkal sajnos, mert nem nagyon van internetem. De hát most ez van, most beugrunk és játszunk pár darab mérkőzést, méghozzá nem mással, mint Lyonnal, ha már úgy is leesett. Vagy Lyon nem esett le pont, mert szerencsém volt. Lyon nem esett le olyan nagyon, annak örülök mindenféleképpen. Viszont Crow az 600 alatt van. Crow-val fogunk játszani egy pár szóló mérkőzést, úgy döntöttem. Szóval gorjunk is be az első mérkőzésbe, és nézzük meg, hogy vajon mit is tudunk kezdeni Crow-val. Ennyikor a kihagyás és laggal természetesen az első mérkőzésem. Tehát épp ezért mondom azt, hogy nem igazán tudok játszani a játékkal, mert hát itt vannak a problémák, mint ahogy ti is látjátok, de megpróbálunk mindent megtenni ennek a mérkőzésnek a érdekében. Dávid, ő valószínűleg magyar? Magyar a kolléga? Nem tudom, de igen, csak úgy nézett ki, hogy a magyar a kolléga. Meglátjuk, valamilyen olyan pörgött nekem. Lehet tudja, hogy ki vagyok, lehet, hogy nem, lehet, csak tímelni szeretett volna. Viszont annak mindenféleképpen örülök, hogy megvan az első, illetve a második power cube-om. Itt egy kedves Shelly, akit jó lenne azért kivégezni a Dynamike-kal együtt. Egyelőre ez nem tűnik egy könnyű feladatnak sajnálatos módon. Kapja a sebzést bőven a Mike, de hát azért ez nem túl sok, vagy legalábbis kevés ahhoz, amennyi igazából kéne neki sebezni. Megpróbáljuk azért egy picit jobban összekapni magunkat, kapja a sebzést a Mike folyamatosan. Én viszont még azért egyelőre olyan sok sebzést nem szenvedtem el szerencsére, bár az a Lyon az mindenféleképpen veszélyes lehet. Igaz, közel van az ultim, igaz, van gadgetem is, tehát annyira nagy para jelenleg nincsen. Itt egy El Primo, illetve a Lyon is ott van, és az a Lyon az továbbra is ott van, hogy egy veszélyesebb ellenfél, de nem, mert a Primóra megy rá szerencsére. Itt csak a klón kerget engem, de akkor sem értem magam biztonságba, ha itt maradok. Megpróbálok innen a lehető leggyorsabban valahogy úgy pozícionálni, hogy a Lyonnak ne legyek a közelébe. Ketten nézik jelenleg a mérkőzéseimet, az egész jó, azt kell, hogy mondja, oké. Okay. Jelenleg 3 darab power cube van, és meghalt sajnos Dávid, de ott a Dynamite kolléga. Na őt meg kellene ölni, vagy most meg kéne próbálni. A levultizni nem szeretném, de muszáj lesz, ahhoz, hogy legalább második legyek. Így viszont ez második hely. Megpróbálhattam volna rámenni az első helyre, de úgy voltam vele, hogy inkább egy biztos második helyen jobban járok. Meg lehetett volna próbálni, hogy nem ultizom le a Dynamite-ot, de könnyen lehet, hogy meghaltam volna. És akkor egy harmadik helyet megyek, de így, hogy leultiztam, így egy biztos második helyet elhoztam. Persze, ez azt jelentett, hogy az első helyről lemondok, de most így döntöttem. Szerintem jól döntöttem. Oké, nézzük a következő mérkőzésen, hogyan fogunk teljesíteni. Hát sajnos ez mínusz egy kupa, de nem baj, majd a következő mérkőzésen remélhetőleg jobban fogunk teljesíteni. Már töltünk is be a következő mérkőzésre, ahol remélhetőleg egy picivel eredményesebbek leszünk, mint az előző mérkőzésen tettük. Oké, itt is vagyunk az első mérkőzésünkön, és akkor most itt szépen el is kezdjük csinálni a dolgokat. Nyerve lesz az első power cube-unk, majd ott a második is, ami szintén valószínűleg meg is lesz nekünk viszonylag könnyen. Persze az a Surge, az gadget-tel át tud ide jönni, tehát arra vigyázni kell.
Azt, ha átjön ide, akkor az meg tud engem ölni. És valamilyen van a fejében, egyértelműen látszik, hogy a fal mellett van. Lehet, hogy egy gadgetet érdemes lenne elnyomnom. Ide fog gadgetelni, ismerem a szörcsöket. Na, vissza is jöttem. Ó, jó, hogy láttam, nekem úgy besétáltam volna ennek a csapdájába. Nem fogok vele tímelni, ebbe biztos le vagyok. Oké. Oké. Ó, nagyon jó. Hites. Hites. Aj, most már nem hites, sajnos, de majdnem, majdnem. Na, az ott milyen dolog itt? Ez a gomba. És milyen sok életerje van. Nem tudom, hogy kinek a gezsit ez a gomba, de elég jó szusznak tűnik. Az a rionat, ajaj, oké. Azt hittem kisebb a Surge range, nem láttam, hogy hármas szintű volt a Surge. Emiatt azt hittem, hogy nem fog elérni, de sajnos elért. Gondolhattam volna, hogy ha Leont is elért, akkor engem is elfog. Nem használtam sajnos most a fejemet, de nem baj. Reméltem, hogy ezen a mérkőzésen most már tényleg tudunk egy elsőjét is hozni. Meglátjuk, hogy így lesz, vagy pedig sem. Nem a legjobb pávőrkűszponokat kapom, illetve itt van mellettem LOL is személyesen, aki egyben egy harcot szeretne kezdeményezni. Még jön egy Shelly is. Hát ezt az egész helyzetet inkább átadom, és ezzel a Jinnel fogok megküzdeni, hogy kapja instant a sebzést. De közben itt mögöttem is azért van egy kisebb harc. A Shelly most már jönne az én Power Cube-raimra, ami nem túl jó dolog, de kapja a Jin a sebzést, ami arra elé nekem, hogy van ultim. És így van, és van ultim, azért már nagyobb biztonságban érzem magam, mind ulti nélkül, azért elég jó mobilis ultim van, mind menekülés, mind támadás szempontjából. Most középen tudok talán még néhány darab boxot begyűjteni. Ez meg is van, ami király, mert így már is három Power Cube-bal rendelkedek. És itt van még egy csomó Power Cube, amit én el fogok hozni, ha senki másnak nem kell. Ebből egy már meg is van. Ó, és ott van még mindig Power Cube. Nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik ez a mérkőzési Power Cube tekintetében. Nem tudom, itt fönt mi történt, de hogy itt ellenfelek kinyírták egymást, abban biztos vagyok, mert amilyen mennyiségű Power Cube maradt itt, az tényleg a szinte hihetetlen kategória. Mindjárt 8 Power Cube-on van, úgyhogy igazság szerint a spawnomtól teljesen máshol gyűjtögetem a boxokat. Ott egy nagyon-nagyon kevés életerővel rendelkező crew, viszont az azt jelenti, hogy valaki őt lesebezte, tehát vigyázni kell azzal a személlyel, aki ezt a crew-t lesebezte, mert lehet engem is le tud sebezni. Igaz, azért nekem jelentősen több Power Cube-on van. Kapja a Shelly, a másik crew nem értem, miért nem lőtt rá, lehetett volna büntetni. Nagyon büntetődik a Shelly, annak halnia kell. Annak a Shellynek halnia kell. Azt meg kell ölni. Annak a Shellynek meg kell halnia. Mindahogy neki is meg kell halnia. Ő meg is van. Neki is meg kéne halni. Tégedzsitet el is nyomok a biztonság kedvéért. Oké, 12 Power Cube egész pontosan. És fent az ultim, top 2, B, nem hiszem, hogy meg tud engem ölni. Gadget ulti kombinációval szinte biztos vagyok benne, hogy meg fogom tudni ölni. Csak jól kell elnyomni ezt a dolgot. Tökéletes. És nem nagyon, de megnyertük ezt a mérkőzést, és ott a végre valahára várt első hely is a miénk. Na, ugorjunk be a következő mérkőzésbe, ahol remélhetőleg szintén jól fogunk teljesíteni, és egy eredményes meccset fogunk tudni játszani. Meglátjuk, hogy olyan így lesz, vagy pedig sem. Nézzük meg, hogy vajon ezen a mérkőzésen mi is fog történni. Már be is töltöttünk a mérkőzésre, ugye jelenleg crew-val játszok a továbbiakban is. Egy kolonel rossz születik mellettem, és most sajnos nincs annyi Power Cube a fönti része, mint az előző mérkőzésem volt, de hát azért így is egyet legalább be fogok tudni gyűjteni a játék korai szakaszában. Ez meg is van, most mehetnék agresszívan elérni egy Mortisra, vagy büntetni az Edgar-t. Én azt gondolom, az Edgar kéne büntetni inkább. Az egy jobb döntésnek tűnik jelen pillanatban. A gadgetet el kell nyomni, és így meg is lehet a gyilkosság, de nincs meg, mert nem jön ki a lövés, csak lassan a internet plusz az én butaságomnak köszönhetően. Így viszont sajnos a mérkőzés igen csak egy rossz meccs lett, de nem baj, majd akkor az utolsó utáni mérkőzésen elhozzuk ismételten a győzelmet remélhetőleg, és nem vállaljuk magunkat túl, mint ahogy az előző mérkőzésen tettük. Egy bullal kell megküzdeni, nem tudom melyikünknek kedvezőbb a helyzet, de szerintem azért neki. Szerintem azért a bull jelenleg jobb pozícióban van, és igazság szerint nagyon más nem is akarok ellene csinálni, mint az ultimat feltölteni. Na most a slow-s gadget lenne nálam, akkor a bull meg is halhatna. De így azért a brutális mennyiségű sebzést fogod elszenvedni tőlem. Én viszont majdnem az életemmel fizettem. Viszont az a bull, az a végső soron meg is fog halni. Azt a bullt én el fogom pusztítani, csak hát jön a Bibi, az új célpontunk. A
akit szintén büntetni kell folyamatosan, csak egy Bibit azért nehezebb a Star Power-ének köszönhetően büntetni, mint egy Bull-t. Persze hasonló az a Star Power, de mégiscsak azért a Bibi Shield az a gadgettel, az nem könnyű, nem könnyű Crew-val megölni, de Bibi egy igen erős counter tud lenni Crew-ra bizonyos szituációban, mert le is tud engem futni, aztán őt sebezni nem könnyű, hisz folyamatosan rajta a Shield, így a mérgem kb. Semmit nem ér, a gadgettel úgyis visszatölti az életerejét, tehát Bibi ellen nem vagyok a legjobb karakter. Persze tudom bosszantani valamennyit, de hát igazság szerint, na, most el kellett nyomni egy gadgetet, tehát azért nem annyira rossz ez a matchup, mivel nem tud közelembe kerülni, csak hát nem nagyon kapja a sebzést, még akkor, hogyha el tudom találni. De most jelenleg el sem tudom találni, most megint kapja, mert megint max életerőm van, tehát itt azért nagyon oda kell figyelni, hogy jön a Mortis is, és ott egy Jesse turret, ami szintén bajos, kapja a Mortis és sebzést, de hát mennyi az a sebzés? Azt a turretet én lehet, hogy kiszedném onnan, hogyha esetleg ki tudom. A Jesse engem talán gecsített, arra vigyázni kell. Itt a Mortis, most már 6 darab Power Cube-bal. Nem a legjobb a pozíciónk, és még sajnos is csak top 5, a Mortis lehet, hogy jobban kellett volna büntetni. Oké, a Jesse-nek ott meg kéne halnia. És pont nem, de meghal, csak ő élte tovább. Sajnos. Ez unluck volt sajnos, de nem baj, így is egy top 4 az utolsó mérkőzésünk. És srácok, a mai videó ennyi lett volna, köszönöm a figyelmeteket, holnap találkozunk majd egy újabb videóban, és velem tartás, kommentesen, vagy persze felkövetés, sziasztok, ciao. Like felkövetésért, bye.